mikroszkópia és azon belül is az optikai mikroszkópia az a természettudományi kutatásoknak egy nagyon fontos eszköze. A biológusok, orvosok, fizikusok is tulajdonképpen a mindennapi kutatásaik során számos területen használják. Mint a nevében is benne van, a mikroszkópia a mikrométeres tartományban tud nagy térbeli feloldású képeket létrehozni. Ugye egy mikron azt nagyon kicsinek tűnik, ha elképzelünk egy métert, azt 1000 részre osztjuk, akkor ez egy milliméter lesz, ez egy millimétert még szabad szemmel is fel tudjuk oldani. Ha ezt az egy millimétert még 1000 részre osztjuk, akkor kapjuk meg az egy mikront, ami szabad szemmel már nem feloldható. A mikroszkópia alkalmas olyan struktúráknak a leképezésére, ami ebbe a tartományba esik. Nem meglepő az, hogy az elmúlt 100-150 évben számos nagy tudományos eredmény kapcsolatú a mikroszkópiához. A tudomány fejlődésével azonban az is nyilvánvalóvá vált, hogy vannak olyan fizikai, kémiai folyamatok, amelyek egyes molekulák egymás közötti kölcsönhatása a segítségével magyarázható meg, vagyis ezek a folyamatok már mikroszkópokkal nem megfigyelhetőek, jóval nagyobb térbeli feloldást kell elérni. Az elmúlt 15-20 évben olyan úgynevezett szuperrezolúciós módszereket fejlesztettek ki, amelyek 10-15 nanométeres térbeli feloldást képesek elérni. A vizsgálatok lelke ez a lokalizációs mikroszkóp, amely 10-20 nanométeres felbontást tesz lehetővé. A lokalizációs mikroszkópia technika 2006-ban jelent meg, amikor három kutatócsoport szinte egy időben publikálta a módszert. Itt a Szeged Tudományi Egyetem optikai és kvantumelektronikai tanszékének a mikroszkópiás csoportjában olyan nagy térbeli feloldású, úgynevezett szuperrezolúciós mikroszkópiával foglalkozunk, amelyek elsősorban biológiai minták nagy térbeli feloldású képein keresztül magyarázzák meg ezeket a molekuláris szintű folyamatokat. Itt a biológiai minták vizsgálatra való előkészítése folyik. A megfelelően előkészített minta a mikroszkóp alá kerül. A lokalizációs mikroszkópia során a fotokémiai folyamatok révén lehetővé válik, hogy csak bizonyos mennyiségű molekula világítson, legyen aktív állapotban egyszerre, azaz kapcsolhatóvá válnak a molekulák. Az egyes molekulákat nagy érzékenységű kamerával detektáljuk. A kapott kép olyan, mintha néhány világító Szent János bogarat fényképeztünk volna le. Függvényélesztéssel képük alapján meghatározhatóak az egyes festékmolekulák pozíciói. A mérés során tulajdonképpen időben szeparáljuk és vezényeljük a festékmolekulák foton kibocsátását, így a feloldott struktúra aprólékos munkával fokozatosan alakul ki. Ez a módszer lehetőséget ad a sejtekben és szövetekben lejátszódó molekuláris szintű mechanizmusok követésére és megértésére. A módszerek fejlesztése pedig összehangolt fizikai, informatikai és biológiai kutatásokat kíván meg. A kutatások multidisziplinárisak, fizika szakos hallgatókon kívül, azokon túl biológia, matematika szakos hallgatók is bekapcsolódhatnak a kutatásokba.